Jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Deák László, evangélikus lelkész vagyok, és önök a Kút című műsorunkat látják. Nagyon remélem, hogy sokan vannak a kedves tévénézők között olyanok, akik az elmúlt két napban Isten tiszteleten jártak, hiszen Pünkösd ünnepének az estéjén vagyunk. Tegnap volt Pünkösd, ma pedig Pünkösd hétfő. Lassan elkezdődnek a dolgos hétköznapok, minden elindul újra a régi kerékvágásba. De nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezen a mai estén még beszélgessünk a pünkösdi csodáról, és beszélgessünk mindarról, amit ez az ünnep jelent a mi számunkra. És nagyon remélem, hogy mindaz, amit a pünkösd ünnepe jelentett, és mindaz, ahogy a Szentlélek munkálkodik közöttünk, ez nem marad itt ezen a mai estén, hanem elkísér minket ezután, és elkísér minket a munkába, a tanulásba, a hétköznapokba. Meg fogjuk tapasztalni, és át fogjuk élni a Szentléleknek az erejét. Ebbe szeretnénk a mai estén segítséget nyújtani a kedves testvéreknek. Mielőtt bemutatnám a vendégeinket, engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy ez a mai egy felvett adás, tehát kérjük, hogy ne telefonáljanak, de van lehetőségük hozzászólni. Ezt újra és újra elmondom, és viszonylag kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, de most hát ha lesznek olyanok, akiket valamilyen gondolat elindít, vagy valamelyik vendéget szívesen megszólítanák. Van egy e-mail címünk, ez a kutpax.tv@gmail.com. Ha ide írnak, akkor válaszolni fogunk akár itt az adásba a kérdésükre, akár ha úgy kérik, akkor írásba, és arra is van lehetőség, hogy én továbbítom ezeket az e-maileket a vendégeknek, és ők fogják elküldeni a gondolataikat. Így kezdjük ezt a mai műsort két olyan vendéggel, akikkel az elmúlt héten már találkozhattak. Nagyon köszönöm, hogy újra elfogadtátok a meghívást. Szeretettel köszöntöm dr. Jackó Sándort, aki görög katolikus parókus, ha jól tudom, ez a fontos megnevezés, hogy mindez mit jelent arról. Sándor az elmúlt adásban már szól, de egy pár gondolatot ma is el fog mondani, és ugyanilyen sok szeretettel köszöntöm Esze Zoltán, baptista lelkipásztor testvéremet. Isten hozott titeket itt újra a műsorban. Az elmúlt héten egy élő adásban a Szentlélek munkájának egy nagyon fontos részéről beszélgettünk, és ez nem más, mint az igehirdetés, hogy hogyan munkálkodik az igehirdetésen, az igehirdetésen keresztül a Szentlélek, és ott személyesen arról is volt szó, hogy ti hogyan készültök egy igehirdetésre, és mit jelent számotokra, és hogyan tapasztaljátok meg ezen keresztül a Szentléleknek a vezetését. Majd egy kicsit visszamegyünk egészen a kezdetekhez a pünkösdi történet kapcsán. De mielőtt ezt elkezdenénk, én azt szeretném kérni tőletek, hogy arról szóljatok egy pár szót, hogy honnan érkeztetek, és mi volt az a esemény, pillanat, az a nap, hónap, vagy talán évek, amikor találkoztatok az Istennek a szeretetével, amikor a Szentlélek egészen személyesen Jézus Krisztusra mutatott a ti életetekben is. Sándor. Dr. Jackó Sándor vagyok. Először is szeretettel köszöntöm a Pax Televízió kedves nézőit. Röviden, a görögkatolikus parókus az azt jelenti, hogy a görögkatolikus híveknek ő a lelki pásztora, ő irányítja a gondolataikat, azt lehetne mondani, hétköznapjaikat. Magamról annyit szeretnék mondani, hogy nős vagyok, három gyermek édesapja, illetve feleségem Nagy Veronika Éva, aki az életemnek a párja. A konkrét kérdésre válaszolva, hogy ahol a lélek legjobban megérintette az életemet, az valószínűleg minden lelki pásztor életében a hivatásához kapcsolódik, és ha nagyon vissza kell ugrani az időbe, hogy László mondtad, akkor ez egy ilyen gimnazista korabeli élményem lenne, amikor a lélek úgy arra ösztönzött, hogy vállaljam azt a nehézséget, vagy azt a problémakört, ami a papsággal együtt jár, hogy jelentkezzek a szemináriumba, és ebbe rengeteg támogatást kaptam a lélektől, tehát igazából én erre az élményemre tudnék így visszautalni. És merre szolgálsz jelenleg? Jelenleg Kispesten szolgálok, az első helyem az Hajdúdorogon volt a Székesegyházban, utána pedig Nyírlövőn voltam parókus, Kisvárdon mellett egy kis település, nagyon-nagyon szerettem, a életünk egyik legszebb 4-5 esztendeit ott töltöttük el. Hát utána mostan is nagyon szép, de az valahogy mégis olyan kedves. Hát azt kell róla tudni, hogy édesapám ott volt parókus, amikor én születtem Nyírlövön, és én oda visszakerültem, ami elég szokatlan egy pap életébe, de az ottani hívek nagyon-nagyon csodálatosan fogadtak, és rengeteg pozitív élményt tapasztaltam meg ott, mint lelkipásztor, mint családapa, mint férj egyaránt.
Ebből kiderül az, hogy mi az egyik fontos különbség a római katolikus és a görög katolikus plébánosok, parókusok között. Az egyik, hogy a görög katolikusok házasodhatnak. Igen. Köszönjük. Zoltán. Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Eszes Zoltán vagyok. Fiatalon hallottam meg az Úr hívását, megszólítását, elfogadtam személyes megváltómnak 16 éves koromban, és aztán a hitvalló bemerítésben is megvallottam őt emberek előtt, és aztán az lelkipásztori elhivatásom történetében szerepet játszik az, hogy amikor fiatal voltam, gimnazista voltam, Nagyváradon jártam gimnáziumba, egy nagy lelki ébredés volt akkor a román baptisták között. 70-es évek közepén kezdődött, egy 150 tagú gyülekezetből manapság egy 4-5 ezer tagú nagy gyülekezetté váltak óriási templommal, de akkor volt a nagy lelki ébredés, és hétköznapi bibliórákra, ifjúsági alkalmakra, evangelizációs alkalmakra gyakran eljártunk, és hát jelentős befolyásolást, ugyanakkor hát lelki növekedést adott az, mindaz, amit ott átéltem, láttam, hallottam. Aztán évekig kínlódtam azzal, hogy odaszánjam magamat teljesen, teljes időben az Urat szolgálni. Tudom, hogy másképp is lehet, nem csak lelkészként lehet teljes élettel Isten szolgálni. Aztán egyszer egy református lelkész ige hirdetését hallgatva a mi kis imaházunkba hallottam a megszólítást a Jónás történetéből. Úgy szólt az ige, ugye, hogy Jónás nem ment az idegen néphez, nem akart venni, kitért az isteni küldetés elől, és téged Isten nem küld idegen néphez, idegen ajkú emberekhez, miért nem vállalod, hogy a saját népedhez, ahova Isten küld, elmész, és akkor szíven érintett ez az üzenet, és azt mondtam, hogy el kell indulnom és odaszánnom magamat, és 89-től Budapesten kezdtem el a baptista teológián a tanulmányaimat, és itt fejeztem be. Első szolgálati helyem Pécelen volt, 10 évig szolgáltam, 13 éve meg a Csömöri cinkotai baptista gyülekezetekben szolgálok. Két gyermekünk van, egy nagylány és egy kislány, és feleségemmel együtt szolgáljuk az Urat ezekben a gyülekezetekben. Nagyon érdekes és izgalmas volt, amit mondtál, és hagyj kérdezzek rá, mert ez kapcsolódik Pünkösthöz, hogy említetted, hogy egy nagy román baptista ébredés volt, még főleg az ottani román ajkú gyülekezetet érintette? Vagy mennyire volt ott együtt a román és magyar, és mennyire éreztétek ott akár? Nagyváradon van a, úgymond a világon a legnagyobb magyar baptista gyülekezet, már több mint egy évszázada mondhatjuk úgy. Volt 1000 tag körüli, most 700 tag körüli nagy gyülekezet, Nagyváradon a Magyar Baptista gyülekezet, de ezen kívül még 4 másik Magyar Baptista gyülekezet is van ugyanabban a városban. A román gyülekezetek száma, a baptista gyülekezetek száma is meghaladja a 10-et Nagyváradon, tehát az evangéliumi keresztjének száma több mint 10% ebben a városban, a város lakosságához viszonyítva, tehát jelentős. Azt mondom, hogy igazából a román gyülekezetben kezdődött, a román baptista gyülekezetben, egyik román baptista gyülekezetben, de szinte átsöpört, még azt is mondanám, hogy felekezeti határokat is, ez az ébredés, ez a lelki ébredés. Különösen a fiatalok százával tértek meg. Köztük volt olyan osztálytársam is, 2 is, akinek semmi köze nem volt sem a baptistákhoz, sem vidéki gyerek volt, és kollégiumban lakott Nagyváradon, de úgy mentek, mintha mondani szokás magyarul, mint a búcsújárásra, tehát tömegével mentek ebbe a gyülekezetbe az emberek. Úgy álltunk ott, hogy hát levegő se volt, hely se volt, sőt, hát az egy olyan korszakban volt, mikor kemény tiltások voltak, még azt is át kellett éljük az apostolok örömével, hogy nem vetett ez vissza bennünket a hitben, hogy engem is, osztálytársaimmal együtt, akik
hívők voltak, nem csak baptistákat, másokat is, akik bátran vallották a hitüket, kereszténységüket, kizártak a kizből. Hát azt se tudtuk, hogy örüljünk neki, vagy szomorkodjunk ezért, de azért egy 16-17 éves fiatalembernek ez kemény megpróbáltatás volt az osztály előtt, ha úgy tetszik, megszégyenítettek, próbáltak meggyőzni, aztán még a városi KISZ irodára is berendeltek bennünket, ott egyenként próbáltak megint meggyőzni, hogy hagyjunk már fel ezzel az egészet, ne gondoljuk, hogy ez a jövő egy fiatal számára, különösen nem. És nemhogy visszavetett volna bennünket, vagy megtorpantott volna a hitben, annál inkább az elköteleződés váltotta ki bennünk, hogy érdemes, és hát így formálta jó Isten ezeken keresztül engem sok mindenben. Különösen az, amikor a bemerítés előtt az szokásos volt, hogy nyilvánosan bizonyságot tettek, ugyan a bemerítéskor erre nem volt lehetőség, mert volt, amikor 100-150-en merítkeztek be egy ilyen alkalommal, és akkor elosztották hetekre korábban, és péntek esténként 8-an, 10-15-en elmondták, hogy tértek meg. Ezek között volt egyszerű ember, volt diák, olyan is volt, aki szekus volt, a titkos rendőrség embere, és őt küldték oda, hogy nézze, figyelje a dolgokat, és közben az evangélium megérintette, és megtért. Különös helyzetek voltak, és nagy élmények mai napig ezek. Azok, akik most mindezt hallották, azok megerősödött, azt gondolom, az a tudat, hogy mindaz, amiről most beszélgetünk, az nem egy 2000 éves történet, hiszen ha az apostolok cselekedetéről olvasunk, a pünkösd utáni hetekről, akkor azt látjuk, hogy ugyanezeket élték át az emberek. Nagyon sokan átadták az életüket Jézus Krisztusnak. Ott nem a szekú, hanem éppen a zsidó vezetők, vagy később a rómaiak fenyegették őket, és ugyanilyen örömmel álltak ki a hitük mellett tanítványok, az első tanítványok és mindazok, akik az első gyülekezet tagjai voltak, mint ahogy ti ezt átéltétek. De mielőtt ide elértünk, azért a Szentírásban olvassuk, hogy nem volt olyan egyszerű a tanítványoknak az élete. És most Sándor, hozzád fordulok, nézzük meg egy kicsit a pünkösd előtti időszakot. Jézus Krisztus meghalt, a tanítványoknak egy része találkozott vele, egy része nem akarta elhinni, egy ilyen nagyon bizonytalan, furcsa helyzetet ír le azért a Szentírás egészen pünkösdig. Milyen volt akkor a tanítványoknak az élet, és hogy találta őket ez a pünkösdi esemény? Nagyon bonyolult a kérdés, abból a szempontból, hogy nehéz azért rekonstruálni még a Biblia tanítása alapján is az egyes embereknek az akkori lelki állapotát. A Biblia beszél a Tamás apostolnak a történetéről, aki nem volt akkor abban a közösségben bent, amikor Krisztus megmutatta a tanítványoknak a kezét, a lábát és igazából a sebeit. Már akkor kirajzolódott az, hogy aki közösségben akar lenni Krisztussal, annak közösségben kell lenni az embertársaival és a tanítványtársaival is. Ahogy én olvasgattam különböző kommentárokat, Tamás apostol is akkor éppen kereste a helyét a világban, hogy a világ kihívásaira hogyan tudna majd reagálni, hogy elmeneküljön, visszajöjjön a barátaihoz, vajon Krisztussal mi történhetett. Tehát nehéz is, tehát biztos, hogy nehéz volt ezt neki földolgoznia, mint ahogy egy mai kereszténynek is igazából életmódot kell váltani akkor, és ez következik abból, hogyha találkozik Krisztussal, akkor megváltozik az élete. És éppen ezért a közösség ismét befogadta Tamás apostolt, a kétkedése, vagy éppen azon szándéka miatt, hogy még jobban akarta ismerni Krisztus, vagy tapasztalatot akart szerezni, hogy akkor vajon mi történt a halála után. Tehát ebben van egy emberi kíváncsiság is, nem csak vagy a köznyelv néha, hogy hitetlennek tartja Tamást. Ez nem teljesen biztos, hogy így van, hanem akkora volt a kihívás, vagy akkora volt a kísértés, amire mi, hál' Istennek, ritkán kerülünk ilyen hasonló helyzetbe.
A lényeg, hogy a tanítványok keresték saját magukat is, keresték Krisztust is, és kerestek valami magyarázatot, hogy mi az, ami történhetette az ő mesterükkel. És mindenki más és más utat járt be, de ott volt az életükben feltétlenül a félelem, a bizonytalanság, egy picit a kiábrándultság is, a csalódottság, és ebben a légkörben azt lehetne mondani, hogy tengették az életüket. De mindaz, amit elmondtál, ez teljesen leírja a mai Isten nélküli embert is, meg minden korok Isten nélküli emberét, hogy próbál valahogy boldogulni a saját kis életébe, próbál bizonyítékokat keresni, merre menjek, mit csináljak, nem mer ráhagyatkozni arra, ami valóban történt. Ha megnézzük a Szentírást, azért a tanítványok nagyon sok tanújelét adták annak, hogy Krisztus feltámadt, és ezt maga Jézus Krisztus is tudta, hogy amit lehetett, ő megtett. Csak Márk evangéliumának végéből hadd olvassak, a mennybe menet előtt olvassuk, hogy végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Tehát maga Krisztus azt mondja, hogy hogy lehettek ennyire balgák, ennyire kemény szívűek, hogy ezt nem értitek. És ez nagyon jól kifejezi azt, hogy a Szentlélek nélkül az ember önmagába nem képes Jézus Krisztussal találkozni, és a életét a kezébe letenni. De milyennek látod ezt a 40-50 napot Jézus halála, feltámadás és a pünkösd között? Hát látjuk a fokozatosságot, ugye először mindannyian félelemmel, reménytelenül bezárkózva vannak, megjelenik nekik Jézus, többször ugye a 40 napon át olvassuk, hogy többször megjelent nekik, beszélt velük, sőt már a küldetést is többször elismételi, hogy mennetek kell hirdetni, ugye Lukács evangéliumában olvassuk, a bűnök bocsánatát hirdetni kell a Jézus nevében. Aztán a távozásakor, a mennybe menetelkor pedig szintén Lukácsnál olvassuk, hogy megáldotta őket, és a tanítványok visszatértek nagy örömmel, mert azt mondta Jézus nekik, hogy várjanak Jeruzsálembe. Van egy fokozatosság, ugye, hogy először nem értik a dolgokat, azután hát úgy egyre inkább tisztázódik, derül ki az elméjükbe, elfogadják, mert Jézus megmutatja a sebeit nekik, előttük van, velük eszik, ugye erre hivatkozik többször Péter, még Kornélius házánál is, hogy vele ettünk, tehát Jézus feltámadt, igaz, dicsőséges testben, de ott volt láthatóan közöttük, de még mindig mindent nem értenek. És ha örömmel tértek vissza, de ez egy várakozási időpont is, mondja is Jézus, hogy várjatok Jeruzsálembe, amíg ki nem töltetik a Szentlélek, és vesztek erőt, hogy majd tanúim legyetek. Hát mindenképp benne van ez a kitisztulási folyamat, aztán várjuk meg, hogy Isten mit akar, vagy mit tesz. Arra, hogy meg fog halni, arra Jézus alaposan felkészítette a tanítványait, de a Szentlélek eljövetelét is nagyon sokszor megígérte. Ha megnézik a kedves tévénézők Jézusnak a búcsú beszédeit, főleg János evangéliumába, akkor ott nagyon sok helyen lehet erről olvasni. Egyet-kettőt azért felolvasok János evangéliumának 14. fejezetéből. Mondjuk a 16. versben ezt olvassuk. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. 26. versben pedig ezt olvassuk, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Olvassunk arról, hogy a Szentlélek az pártfogó lesz, az igazság lelke lesz, vigasztaló lesz, tanítani fogja hívőket és azokat, akiket megszólít. Milyen kép lehetett a tanítványokban a Szentlélekről? Mi az, amire várhattak ők? Felfogták egyáltalán, hogy mi fog történni? Csak azért mosolyogok, mert nehéz a kérdés, hogy felfoghatták-e.
Valószínűleg, hogy valamit értettek belőle. És három év tanítványi légkör, vagy tanítványi tapasztalat után azért mindenféleképpen maradt ott egy titok még, amit úgy nem tudtak igazából megérteni. A konkrét kérdésre igazából az a válasz, hogy ami a János evangéliumából kirajzolódik, az a kép a lélekről, az a számunkra is még egyfajta misztérium, mert hol megértjük, hol nem értjük meg, és a lélekben mindig van egy olyan fajta újdonság, ami képes az egész életünket gyökereiben megváltoztatni. Tehát ez a pártfogó, ez a görög szövegben ez gyakran úgy, mint a védőügyvéd, úgy fordítjuk le. És azért is áll mellettünk a lélek úgy, mint egy védőügyvéd, hogy ami gyengeségeinket, vagy éppen bűneinket védelmezze az atya a trónja előtt. És egy ilyen pártfogóra, egy ilyen szószólóra, vagy egy ilyen védőügyvédre igazából minden embernek szüksége van, mert azért gyöngék vagyunk a lélek nélkül. És János apostol és evangélista ezt fogalmazza meg, hogy igazából a lélek titeket meg fog majd erősíteni, még hogyha most ezt talán nem is tudjátok, hogy milyen módon és milyen formában. A mi életünkben is így van, hogy nagyon sokszor gyengének érezzük magunkat, és nem csak fizikailag, testileg, hanem amikor lelki vivódásaink vannak, és sehonnan se jön az a fajta megoldás, mert vagy rossz helyen, vagy rossz módon keressük, és érdekes módon, amikor egy picit is úgy engedjük ezeket a problémákat, elengedjük a kezünkből, akkor a lélek valami megoldást, valami inspirációt biztos, hogy ad az életünkben. Köszönöm, hogy ezt mondtad, mert nekem is meggyőződésem, hogy a Szentléleknek a munkáját és a személyét nem lehet korlátok közé zárni, és nem lehet sémákat mondani, hogy hogyan munkálkodik valamikor, akár az embereknek a megtérés történeteit nézzük, nagyon sokféle, valakinek tényleg egy pillanat alatt, ahogy mondani szokták, egy pálfordulás, valahol a Szentlélek hosszabban munkálkodik, vagy az ember érti meg nehezebben, amit szeretne, valamikor régi igéken, találkozásokon keresztül, tehát tényleg az Istennek a szent lelke az fantasztikusan munkálkodik, de hát ami nagy öröm az, hogy munkálkodik ma az életünkben, a gyülekezetek életében, és szeretném is felolvasni ezt a történetet, hogy történt mindez, a Szentlélek kitöltése, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetétből olvasok néhány verset, ha valakinél van a kedves tévénézők között Biblia, akkor lehet követni. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálembe azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokasság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? És utána itt leírja, hogy honnan jöttek ezek az emberek, és azt is leírja Lukács, az apostolok cselekedeteinek szerzője, hogy azért nem mindenki hatódott meg ennyire. Ettől egy ilyen teljesen profánnak tűnő magyarázatot mondanak sokan gúnyolódva, hogy hát édesbortól részegek ezek. De nem édesbortól voltak részegek, hanem átélték a Szentléleknek a munkáját, kiáradt rájuk. Miben hozott ez nagyon nagy változást a tanítványok életében? Visszatérve még a korábbi kérdéshez, én azt gondolom, hogy nem értették, amit Jézus mondott nekik, mert ugyanabban a fejezetben, a János evangélium a 14. fejezetben, mikor az atyáról is beszél Jézus, akkor szintén Tamás azt mondja, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és elég. Hát Tamás, engem látsz, látod az atyát. Tehát ha most belegondoljuk magunkat egy egyisten hívő, monoteista zsidó helyébe, hát ahogy tették is ezt, ugye a nagy tanács Jézust ezért ítéli el, hogy Isten fiának nevezi magát, nem fért bele a gondolkodásukba, a tanításukba, hogy lehet az, hogy az Atya is Isten, a Fiú is Isten, és a Szentlélek is Isten. És amikor pünköstkor kitöltetik a Szentlélek,
hát kitisztul az elméjük, de az életük is megváltozik. Tényleg erőt kapnak és mennek, hirdetik Isten nagyságos dolgait úgy, hogy értik az írásokat. Hát ez a nagy változás, hogy a Jézus megváltása is teljesen kitisztult előttük. Addig hallották Jézustól, hogy az emberfiának szenvednie kell, meg fog ölettetni, fel fog támadni. Nem igazán akarták, ugye ismerjük a Péter elutasítását, hogy távol legyen ez tőled, Uram. Nem tudták elfogadni, megérteni. Pünköstkor pedig minden kitisztul, hogy a megváltás Jézusban megtörtént. Jézus a Mesiás, az Isten báránya, aki hordozta a világ bűnét, és értik az írásokat, nem hogy csak értik, hanem hirdetik nagy bátran, és értelmezik is a hallgatóságnak. Hát ez a nagy változás történt, ugyanakkor meg igazából hát ez formálja őket, aztán egységes közösségi, a lélek egysége kialakul a hívők között. Tehát a Szentléleknek hatása van az egyén életére, és ezáltal az egész közösségnek az életére. Mindig nehéz kérdések jutnak neked, és ezért elnézést, csak hogy ne mindig ugyanazokra a megszokott kérdésekről beszélgessünk. Azt szeretném kérdezni, hogyha valaki elolvassa a Szentírást, akkor azt gondolja, hogy ezek a gyáva, nyuszi, kételkedő tanítványok egyszer csak ilyen szuperhősök lettek. Ezeket már nem érdekelte semmi, már üthették, verhették. Hogy látott te a Szentléleknek a munkáját? Miben változott meg az ember? Mitől lettek ezek az emberek egyszerre bátrak? Én azt mondom, hogy Krisztus kellően felkészítette a tanítványait arra, hogy amit ő tanít, és a saját példája, az majd a megfelelő pillanatban majd kivált belőlük olyan reakciót, amit igazából nem is sejtettek. Ez olyan, mint amikor az édesapa neveli a gyermekét, és tudja, hogy ő igazából mindent odaad neki, és a gyerek nem biztos, hogy követi vagy megérti, és majd később vesz észre az életében, hogy fú, hát mennyire próbálom én, vagy nem is próbálom, hanem magamtól ösztönösen azokat a gesztusokat és mi egymásokat használom, amit megtanultam egy jó tanártól, vagy édesapámtól, vagy olyan szülőtől, aki, a édesanyámtól, aki közel áll hozzám. Tehát én azt akarom mondani, hogy a lélek az már Krisztus által is igazából tanított. Csak az, hogy ők mikor változtak meg, lehet azt mondani, hogy ez persze, hogy a pünköst hatása és a léleknek a hatása. Én azt mondom, hogy a tanítványok egy imádságos, lelkületű emberek voltak, és át kellett ezt a kérdést nekik nagyon beszélniük az atyával, és ennek lett a hatása az, hogy ők bátrabbakká váltak. Tehát persze, hogy a pünkösd egy egyszeri és megismerhetetlen esemény volt a tanítványok életében is, de mondom, hogy előtte úgy gondolom, hogy Krisztusnál mester nem lehetett, aki őket erre föl tudta volna készíteni, illetve maga a lélek utána vezette a gondolatukat, az életüket egyaránt. Amit elmondtál most, abban egy kicsit a saját életemre is ismertem, hiszen 17 éves koromig, egészen 2-3 éves koromtól, ugye pont Cinkotán, csak az evangélikus templom, majd utána a Deák-téri evangélikus templomba jártam, és nagyon-nagyon sokat tanultam, és nagyon-nagyon sok mindent tudtam arról, hogy mit jelent a megváltás, ismertem a bibliai történeteket, nagyon sok mindenre tudtam volna a választ, és így is szoktam ábrázolni az akkori önmagamat, mint egy olyan autó, amelyik jól elő van készítve, tele van benzinnel, de a szikra nélkül nem ér az egész semmit. És az a két hét, amikor az Isten szent lelke így nagyon-nagyon kézbe vett és munkálkodott rajtam, az volt ez, amikor ezt átéltem, és ezáltal mindaz, amit már tudtam, az élővé vált, és nem veszett el, de élővé vált. És azt gondolom, itt a tanítványoknál is ez lehetett. Jézus, nagyon sokszor én példát adok nektek, hogy ezt így éljétek majd az életeteket, de hiányzott valami, ami miatt ez az egész igazán élővé vált volna. Zoltán, hogy látod mindezt? Így van, én is. Azt gondolom, hogy volt, mert nem kapásból jött ott, hogy ismerte az igét Péter, ő azokat ismerte.
akkor is, ha azt mondják róluk később, ugye Jánosról meg Péterről a nagy tanácsember, hogy írástudatlanok, ami azt jelentette, hogy ők nem voltak képzettek. A galileaiak hát nem arról voltak híresek, hogy a kapernaumiak vagy a többiek valamilyen képzettek voltak, hát a jeruzsálemiek azok voltak a képzett emberek. Ismerték az igét, ismerték Jézus tanítását, sőt, látták magát Jézust, és minden úgymond a helyére rakódott, megértették a megváltást, mert a lényege ez a dolognak, a Szentlélek ezt tette helyre, hogy megértik, hogy miért van szükség Jézus megváltási munkájára. Nem is olyan egyszerű dolog volt ez egy zsidó embernek, aki sokféle mesiási elképzelések voltak, de ugye Jézust a többség nem fogadta el mesiásnak, noha ő mondta magáról, hogy ő ki, de a tanítványokban akkor helyre került minden a lélek munkája révén, és hát magukra nézve is, de mindenkinek is hirdették, hogy egyedül csak Jézusban van a bűnök bocsánata, üdvösség, és Péter bátran hirdette, hogy nem is adatott az emberek között más név, aki által mi üdvözülhetnénk, csak Jézus Krisztus. Nagyon szépen kapcsolódik most ez, amit elmondta az elmúlt héthez, amikor az igehirdetésről volt szó, hiszen Péternek az igehirdetésére utaltál, hogy Péter abban már az Ószövetségből idéz, amiket nagyon jól ismer gondolatokat, és ő egyértelműen azt mondja, hogy én, akiről beszélek, az a názáreti Jézus, az a férfiú, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyek általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, és utána azt mondja, de ti megöltétek és fára szegeztétek. Tehát teljesen bátran beszél Krisztusról, és szembesíti ezeket az embereket mindazzal, amit elkövettek. Nagyon sokféle ajándéka van a Szentléleknek. Az egyik az az, hogy tanít minket, és a kellő időben nagyon sok mindent az eszünkbe juthat, és nagyon komoly ajándéka lehet az valaki számára egy talentum, vagy egy karizma, hogyha tud szép dalokat és verseket írni. Különösen, ha az a cím, hogy szeretnék okosabb lenni. Mindannyiunknak ez egy vágya, hogy ismerjük meg minél jobban az igét, mert utána a Szentlélek ezt föl tudja használni, akár minél több igét ismer az ember, minél több történetet a kellő időben föl tudja használni, és így használta föl sokak életében és az én életemben is ezt a dalt az Úristen, amit most látni fogunk. Most nézzük meg ezt közösen, és utána folytatjuk a beszélgetést. Kátóth Laci barátomnak, Kátóth László barátomnak egy dalát fogjuk most látni szép képekkel. Nézzük meg most közösen. Szeretnék okosan menni, a világ fényeit magamba venni. Szeretnék tudni azt, mi az, mi most igaz. Szól a perc, minden változik, ki sokat vár, álmában távozik. Mit is jelent megélni, tenni, amit lehet. Te mondd a színeket, a vásznat, hogy legyen. Te súgd az életet, ó, az életem legyen. Lásd meg a bűneim, mert nehezen vállalom. Előtted állva most neked minden. Vádlók és bűnösök, kiért, miért is küzdetek? Fejetek felett a nap, nem ezért mond sugarat. Uram, hallom hangszavat,
keresztünkbe rontanak. Add meg nekem, add tegyem, mindig legyen erőm döntenem. Te mondd a színeket, a vászlom hogy legyen, te súdasz életet. Hányszor imádkozzuk mi is őszinte szívvel azt, hogy szeretnék okosabb lenni, mert sok mindent elrontottam, sok mindent nem vettem észre, és a kísértő megjelent az életembe, és emiatt kárt okoztam az Istennek, embertársaimnak és saját magamnak is. Szó volt a mai alkalommal Romániában a baptista testvérek közötti nagy ébredésről, szó volt a jeruzsálemi ébredésről, és bármelyik ébredést nézzük a világban, annak szerves része a bűnbánatnak a kérdése, amelyik szintén a Szentléleknek a munkája. Ha erről mondanátok egy pár szót, hogy ez mit jelent a ti számotokra, és mit jelentett egykor Jeruzsálemben. A görögkatolikus egyházban a pünkösd szertartás, az ünnepi liturgia mellett, vagy pontosabban után egy nagyon mély liturgikus cselekmény zárja igazából, vagy követi, amikor a pap három, de tényleg hosszú imádságot mond el, és térdepelve. Már a görögkatolikusoknál nem jellemző egyáltalán, vagy nagyon-nagyon ritkán, hogy a pap az letérdepel, vagy a hívek térdepelnének, és pünköskor pedig letérdepel a pap, és úgy énekli el először a mennyei királyt, majd utána a liturgia végén, a vecsernyében ezeket a bűnbánati imádságokat. Én személy szerint se szeretek térdepelni, nem bírja a térdem, de hát ilyenkor tényleg mindig erős bűnbánat van az emberben, hogy egyrészt megfelelően tudja ezeket az imákat, mély imákat elmondani, mert felindítja az emberben a bűntudatot és a bűnbánatot is, hogy a lélek az a kiáradásával tisztítsa meg az imádkozó közösségeknek, vagy nem csak a papnak, hanem a közösségnek is a lelkét, és ez egy szent háromságos imádság, ami külön kiemeli a léleknek a tisztító szerepét, hogy mennyire fontos az, hogy a bűneinket bevalljuk,
és a megbocsátásért esedezzünk, és a lélek képes arra, hogy ezeket a bűnöket megtisztítsa. Igazából ez egy akkora a hitvallás, hogy a pünkösnek tényleg az az egyik csúcspontja, amikor majdnem az ősegyházbeli gyakorlatja jön vissza, hogy tényleg egy olyan szeretett közösség alakul ki, ahol az ember nem a másiknak a bűnét, hibáját próbálja leleplezni, vagy éppen takargatni, hanem hogy az Isten lát minket, amikor majd a szívünket, a lelkünket vizsgálja, és tényleg úgy lelkileg teljesen az ember úgy lemesztelenedik, és mindent átad az Istennek. Tehát ez egy ilyen katartikus élmény, ez a fajta pünkösdi téthajtási imádság. Én legalábbis ezt így tapasztalom meg. Mi evangélikusok leszoktunk térdelni egy ilyen alkalomban az Isten tiszteleten, ez az úrvacsora, tehát az is abszolút a bűnbánathoz kapcsolódik, és ahhoz, hogy ott térdet hajtunk az előtt, a Krisztus előtt, aki ennyire szeretett minket, és én a liturgiának ezt a részét szintén nagyon, nagyon fontosnak tartom, és nagyon szeretem. Zoltán, bűnbánat kérdése. Jézus mondta előre a tanítványoknak, hogyha majd eljön a Szentlélek, kitöltetik, akkor meggyőzi a világot, vagy megfedi, különböző fordítások, hogy hozzák ezt, bűn, igazság és ítélet tekintetében. Nos, a valóság az, hogy szükségünk van arra, hogy a Szentlélek rádöbbentsen, rávezessen, hogy bűnösök vagyunk, és ilyenkor az emberek azonnal azzal szoktak védekezni általánosságban, hát nem vagyok tökéletes, de azért nem vagyok bűnös. Na most a bűn az, mondja ott maga Jézus, hogy nem hisznek én bennem. Azaz nincs kapcsolat Istennel. Ez minden bűnnek a forrása, elindítója, az első bűnnek is, ugye, hogy nem hitte el, vagy nem volt engedelmes Isten parancsának az első ember. És igazából a kapcsolat hiánya, abból fakad minden, hogy Istennel nem vagyunk közösségben, hogy nem az ő akarata érvényesül az életünkben, az ő szeretete nem teljesedett ki az életünkben, mert nem vagyunk vele kapcsolatban. Épp ebből fakad, a hitetlenségből minden bűn, és erre döbben rá az ember, miközben a lélek munkálkodik benne, lehet hallja az igét, hallja a Jézusról szóló tanítást, hogy Jézus meghalt érte, és hát ezzel én már, gondolom, lelkésztársaim is számtalanszor találkoztak, hogy azt mondja valaki, hogy hát azért annyira bűnös nem vagyok, hogy én helyettem meg kellett volna annak a tökéletes, igaz Jézusnak halni. De hát pont ebben van a lényeg, hogy a Szentlélek ezt érteti meg a hívővel, hogy de igen, az én bűneimet is magára vállalta, fölvitte a Golgotai keresztfára, azért, hogy nekem megbocsásson hitből, kegyelemből, és hát ez a nagy csoda az ember belsejében, amikor megtörténik, hogy beismerem a szükségemet, és hogy Krisztusban van a megoldás. Mondja is Pál a Filippiekhez írt levélben, hogy hát Krisztusban minden szükségünket Isten be tud tölteni, de erre a Szentlélek segít rá bennünket, hogy a bűneink bocsánata is egyedül általa van, sőt, az üdvösségünk, az örök életünk, amit kegyelemből kapunk hitáltal, szintén Jézus Krisztus által van. Hát az Atyával a szabad utunk is Jézus Krisztus által van, mindenre a lélek segít el, győz meg bennünket, de a bűnfelismerésben a lélek munkájaként aztán ott van a bűnbánat is. Mert azt kell mondani, hogy van olyan eset, ugye, hogy az emberre rábizonyítják a bűnét, vagy ő maga is elismeri, hogy hát igen, igaz, így volt, vagy ez engem jellemez, és mi van akkor? A hívő ember pont, akiben Szentlélek elvégzi ezt, hogy felismeri, hogy ezzel az Isten szentségét, szeretetét sértette meg, aki végtelenül szereti. Aztán elindítja a bűnbánatot,
És ez a része végül is a megtérésnek, a bűnfelismerés, a bűnbánat, és akkor odafordulunk, ahonnan a segítséget kapunk, ahonnan a megoldást kapjuk, elfogadjuk azt, amit kínál Isten szeretetéből Jézus Krisztusban. Igazából ez a megtérés. Beismerem a szükségemet, Jézusban látom a megoldást, és ez a lélek munkája bennünk. Az az igaz, hogy én is így voltam, meg sokan elmondják, hogy ugye, hát a történetet tudják, akár az ünnepkörök végig bennük vannak, vagy az igeolvasás, vagy az igehirdetés nyomán, de nem személyes. És a Szentlélek elvégzi ezt személyesen, amikor azt mondom, hogy ez az enyém, mert én vagyok az az ember, akiért Jézus meghalt, és vállalom, és fogadom. És mikor kimondom ezt, akkor a lélek elvégzi azt a csodát is, hogy hozzátartozom most már. Kiárad az Isten szeretet a mi szívünkbe a Szentlélek által, ahogy mondja Pál a Róma 5.5-ben. Számomra mindig egy nagy ajándék az, amikor egy-egy gyülekezeti tag, vagy éppen gyülekezethez nem tartozó ember, és nevezzük így egy magángyónásra eljön, hiszen nálunk általában azért közösségi gyónás van, de nálatok ugye a görög-katolikus testvéreknek az életében a gyónás egy nagyon, nagyon fontos dolog. De ott hogy találkozol a bűnbánatnak a kérdésével? Különösen azzal, amit Zoltán említett, hogy az ember úgy általában talán azt mondja, hogy bűnös vagyok, vagy valami rosszat elkövettem, ezzel vagy szembesül, vagy nem, de a bűnnek ezzel a fogalmával tényleg távol vagyok Istentől. És utána, amikor erre rádöbben, akkor hogy lehet tovább vezetni őt? Ne a bűnnel zárjuk majd a műsort, hanem a megtérés ajándék. Igen, hát a gyónás, a bűnbánat az nálunk katolikusoknál szentség, és egy picit úgy máshogy értelmezzük, de a konkrét eset, hogyha valaki bejön gyónni, akkor már a lelkében ott van a bűnbánatnak a csírá, és ő azért jön be, hogy igazából a paptól, Krisztuson keresztül feloldozást kapjon a bűnei alól. És ilyenkor azt írják a szentatyák, hogy ilyenkor a papnak, mint az orvosnak kell meghallgatnia a pacienst, és nagyon empatikusan kell viselkednie, tehát bort és olajat kell önteni a sebébe, mint ahogy a kifosztott és a félholtra vert ember esetében az irgalmas szamaritánusnál ezt olvasjuk. Tehát ezzel a lelkülettel kell fogadnia, tehát nem ítélkeznie kell, hanem sokkal inkább a gyógyítást segíteni. És én azt tapasztalom, hogy a gyónások közt persze rengeteg különbség és rengeteg árnyalatnyi eltérés van, de ott van a legfontosabb az Isten barátsága utáni vágy. Én úgy tudom elképzelni, hogy a gyónásnak az a kicsit a pszichológia, hogy ha a legjobb barátommal összevesztem, akkor nem csak a barátomat bántottam meg, hanem saját magamban is olyan folyamatokat indítottam el, ami lelkileg, a szervileg biztos, hogy káros. És amikor rádöbbensz arra, hogy ezen az úton már fölösleges tovább menni, mert az már önrombolás, vagy a másiknak a durva megsértése, megalázása, akkor az Isten kegyelme azért fölhívja a figyelmet, hogy akkor térjél meg, fordulj meg a másik irányba, és kérjél bocsánatot, akit megbántottál, és a Jóistennel is a kapcsolatodat azt rendez valamilyen formába. Tehát így Jónásban mindenféleképpen ez az egyik legfontosabb, és az, hogy a lélek ezeket a bűnöket igazából eltörli, tehát megbocsátja. És így megtisztít minket minden bűntől. Vannak olyan emberek, akik nagyon nem tudnak szembenézni igazán a bűnnek a kérdésével, és elbagatellizálják, de vannak olyanok is, akik képtelenek elfogadni pont az Istennek ezt a bocsánatát, amit említettél itt a gondolataid végén, hogy az Isten ezt tényleg elfeledi. Hogy lehet az ilyen embernek segíteni? Mert azt gondolom, ez már nem a Szentlélek munkája. Van egy ilyen szép énekünk, hogy mikor a sátán megkísért és vádol, megbánt bűnökért, tehát amit mellettettünk újra és újra előhozza, ez nagyon sok embernek a növekedését, a hitben való növekedését, ez gátolja. Mi az, amiben tudtok segíteni egy ilyen helyzetben, Zoltán? Azt gondolom, hogy szintén az ige segít bennünket. János apostol beszél erről, hogy még ha a szívünk vádol is,
hát ő az az Jézus Krisztus nagyobb a mi szívünknél. Tehát a sátán vádolhat bennünket, megbánt, vagy már régi bűnökért is, ami nem jellemző az életünkre, de ilyenkor bátran kell vállaljuk azt, hogy Jézusra hivatkozunk, aki nekünk megbocsátott, aki meghalt a bűneinkért, és magunkat, vagy egymást is erősítsük ilyenkor, ha van ilyen, hogy megossza velünk ezt, akkor Jézusban meg kell erősítsük, hogy hű és igaz ő, ha megvalljuk bűneinket, ő megbocsát, megtisztít bennünket minden gonoszságtól. És ugye pont a Szentlélek elleni vétkezés legtöbben úgy értelmezzük, hogy az a bűn, amit életünk végéig nem bán meg valaki, vagy nem kér bocsánatot érte, nem jön kegyelemért. Tehát igazából minden bűnre van bűnbocsánat, ha megbánja, és ha Jézushoz hozza. Ezt a bátorítást kell mondjuk magunknak is, meg ezt tudjuk másoknak is mondani, hogy Jézusban van bocsánat, hű és igaz ő, hogyha megvalljuk bűneinket, ő megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Nagyon bólogattál. Hála Istennek, megegyezünk. Igen. Jó. Van még egy pár percünk az adásból. Mindenképpen szeretném, ha eljutnánk addig, hogy amikor az ember életében a Szentlélek elkezd munkálkodni, és szembesíti olyan bűnökkel, amit talán korábban észre se vett, és nem is foglalkozott vele, de rádöbben, hogy ez elválasztja az Istentől, végigmegy ezen az úton, akkor azért a Szentlélek neked nagyon nagy ajándéka, nem hagy minket ebbe a kétségbeesésbe, hanem Jézus Krisztusra mutat. Én azt szeretném, ha erről beszélgetnénk egy pár szót. Luther így fogalmazza meg ezt a Krisztussal való találkozást, hogy hiszem, hogy a saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusba hinni, hanem a Szentlélek hívott el engem. És én azt gondolom, hogy a keresztény ember életében ez a legcsodálatosabb pillanat, amikor tényleg átéli azt, hogy mennyi mindent elrontott, mennyire távol van az Istentől, és nem a kétségbeesésbe zuhan, hanem egyszer csak van egy lehetőség, van egy út Jézus Krisztuson keresztül újra az Atyához. Erről beszélgessünk még egy kicsit a megtérésről, hogy mint látjátok ezt akár a saját gyülekezeteteknek, a közösségének az életében. Az igazság, hogy Luther értelmezésében annyiban nem vagyok áratos, de maga az elgondolást... Nem is Luther, ezt értett. A saját. Én egy szót úgy nagyon ide szeretnék hozni, ez a katarzis. Tehát a megtisztulás az a Bibliában gyakran a katajró igével szerepel, tehát, és ennek a kicsit magyarosított változata a katarzis, tehát amit ugye néha a drámákban, színdarabokban hol megtalálunk, hol nem. A lélek hatása a végül is ez lesz, hogy megtisztít minket. És hogyha ez a közösségen belül is működik, akkor tudjuk megtapasztalni igazából a léleknek a működését. Tehát elindul, ahogy beszéltük, egy bűnbánó lélekkel egy egyén a mondjuk a vasárnapi vagy bármelyik istentiszteletre, és amikor odaérkezik, akkor egy közeg fogadja, amivel hol tud azonosulni, hol nem, és eltelik egy bizonyos időszak, amikor akár az ige hatására, akár az ige hirdetés hatására létrejön egyfajta, azt lehetne mondani, lelki közösség, aminek az alapja, vagy a vége az lesz, hogy akár az imádság, az ige hirdetés, vagy az ige hallgatás hatására a lélekben is megtisztul az a közösség. Az éltető eleme igazából, vagy legalábbis úgy lehet lemérni szerintem a közösségnek a dinamizmusát, hogy az mennyire élő, hogyha abban van fejlődés. Tehát a lélek nem egyszerűen azt akarja, hogy megbánjuk a bűneinket, hanem hogy lépjünk tovább, hogy fejlődjünk, hogy életet adjon, impulzusokat, ihletet adjon. Éppen ezért nagyon sokszor úgy tapasztaljuk meg, hogy ez egyfajta ösztönzés arra, hogy változtassunk, vagy még merészebbek legyünk. Én a közösség vagy az egyházközségünk életében én ezt látom egy pozitív visszajelzésnek, hogyha
ha ez a megtisztulási folyamat ez úgy elindul, akkor a lélek gyümölcsét azt tudjuk úgy érzékelhető, érzékszervekkel felfogható módon is megtapasztalni. Azt jól tudom, hogy a baptista testvéreknél, hála Istennek, nagyon fontos a bizonságtétel is egy-egy Isten tiszteleten. Éppen azért, hogy az egész közösség erősödjön azáltal, amit valaki átélt és megtapasztalt. És tudom, hogy nem csak a baptista testvéreknél, nagyon sok gyülekezetben, aki elmondja a saját bizonságtételét, ott nagyon őszintén beszél mindarról sokszor, amit elkövetett, és jól tudja azt, hogy az a közösség, amelyik ott van, az már nem úgy néz rá, és nem ez alapján ítéli meg. Ha erről mondanál egy pár szót, amikor valaki mindazt, amit ő átélt, azt tényleg megosztja az egész közössége, vagy amíg van ahhoz hozzá kapcsolandó gondolatod, amit Sándor mondott. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a lelkészige hirdetés mellett történjenek ilyen bizonyságtételek, vagy tanúságtételek. Egyrészt azért is jó, mert hát különböző emberek különböző élethelyzetekről vagy átélésekről számolnak be. Azt én mindig mellé teszem, mikor fölkérek ilyenre, hogy ami építi a közösséget. Tehát ez nem arról szól, hogy akkor most ki mit tud, meg mondjunk el valamit, mert kiállhatunk emberek elé, hanem ami építi a közösséget, és épp a lélek munkájának ugye ott látjuk azt a fontos részét, hogy ajándékokat ad. Miközben dolgozik az életünkön, és ajándékokat ad, az ajándékok lényege az, hogy azzal másokat építsünk, szolgáljunk már, a közösség javára adja, hogy az ige beszél erről. Én mindig arra vágyom, és azért imádkozom, hogy amit Pál mond az első korintusi levélben, bárcsak az valósulna meg, hogy miközben ugye ketten-hárman profétálnak, és a profétálás az azt jelenti, hogy az Úr nevében szólnak. Tehát Isten nevében, vagy Jézus Krisztus nevében szólnak, az új szövetségi értelmezésben így értjük a proféciát. Aközben, ha bejön egy avatatlan vagy idegen, annak az élete lelepleződik, és azt mondja, hogy hát minden titkot tudnak itt rólam, mintha csak hozzám beszélnének, és azt mondja, hogy közöttetek lakozik az Isten. Hát nem mondom, hogy ez mindig megvalósul, meg megtörténik, de az igazi vágy, meg imádság ez bennem, hogy bárcsak mindig ez teljesedne az Isten tisztelete, hogy miközben akármilyen szolgálatok, vagy egyéni tanúságtételek elhangoznak, elmondják, hogy mi történt az életükbe, a hallgatók azt ismerjék fel, hogy hát ez az Isten tényleg rólam is tud mindent. És ugye hát nem a menekülés, hanem a hozzáfordulás, a megtérés lenne az, ami fontos lenne. És a lélek munkájában még megemlíteném azt, hogy természetesen, ahogy említette görögkatolikus parókus társam, hogy igenis az élet elindítója a lélek, de aztán a növekedés is nagyon fontos. A tovább vezetés, ahogy Jézus is mondja, hogy majd vezető is lesz a tovább vezetés. Maga Pál mondja a Róma 8-ban, hogy akiben nincs Krisztus lelke, az nem a Krisztusé. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. És ez egyrészt ugye pecsét, bizonyosság, de segít bennünket, hogy megéljük helyesen a hívő keresztjén életünket, a lélek munkája. Az ajándékokról is szólnunk kellene pünköst kapcsán, de mégis azt mondom, hogy a legnagyobb ajándék az, hogy Isten gyermekeivé lettünk. Jézus is ezt mondja, hogy ne annak örüljetek, hogy valamilyen lelkek engedtek nektek, vagy csodákat tettetek, hanem annak, hogy be van írva a nevetek az életkönyvében. A legnagyobb csoda, ami történhet, hogy Isten gyermekeivé lettünk. Köszönjük szépen, ez egy nagyon jó végszó, bár ahogy mondtad, több nagyon jó végszó volt benne, bárcsak közöttünk lakna az Isten is, bárcsak minél többen találkoznának vele. Mi nagyon reméljük, hogy ebben a növekedésben, amiről szintén szó volt, egy lépcsőfok lehetett ez a mai és az elmúlt heti adás, és nagyon reméljük, hogy a testvérek közül sokan vannak, akik azért imádkoznak, hogy Isten szent lelke még inkább munkálkodjon az életükben és a gyülekezetüknek az életében. Én nagyon szépen köszönöm, hogy mind a két
alkalommal itt voltatok, és mindezt elmondtátok a kedves tévénézőknek. A jövő héten egy élőadással várjuk Önöket, addig pedig jó éjszakát mindenkinek, a viszontlátásra. Ezer életen át bennem élő szerelem, a kapukon háttörve megpihen a szívedet. Több ezer életen át bennem dúló fájdalom, szerte foszlik a fényben, felolvad az hajkadon. Több ezer életen át felsíró vérző sebek összefornak, gyógyulnak, ha érzik meleg kezem. Több ezer életen át hívtalak és vártalak, s lelkem mélyre úszva magamban megtaláltalak. Magamban megtaláltalak, magamban megtaláltalak.